A tartományi parlament elnöke emlékeztette a nyitott ajtónap résztvevőit, hogy az Európai Unió elvárásai között szerepel, hogy a 22 éves fiatalok 85%-a középiskolai végzettséggel rendelkezzen, hogy a természettudományi egyetemeken 15%-kal többen végezzenek, valamint hogy megnőjön az élethosszig tartó tanulást vállalók aránya. A házelnök hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a fiatalok kihasználjanak minden lehetőséget tudásuk kamatoztatására, és az is, hogy a tanultakat a közvetlen környezetük és Szerbia vajdaság javára fordítsák. A meghívott vendégek a szerbiai és a külföldi ösztöndíjakról, valamint szakmai továbbképzésekről tájékoztatták a nyílt nap résztvevőit, elsősorban a fiatalokat. Szó esett a németországi Bundestag ösztöndíjáról, amelynek köszönhetően a fiatalok a német parlament egy-egy képviselője mellett tanulhatnak. Bemutatták a dr. Zorán Gyindzsics alap ösztöndíját, amely 3-6 hónapig terjedő szakmai továbbképzésre ad lehetőséget különböző neves német cégeknél, és itt mutatkozhattak be a CMH irodák is, amelyek a magyarországi alap, master és szakmai képzések megpályázásához nyújtanak segítséget. A bemutatott nemzetközi csereprogramok ugyancsak a fiatalok nagy érdeklődésére számíthatnak.